Hatalmas tömeg, ameddig a szemellát láthatóan nagy volt az érdeklődés az informatikai kar szakmai napjai iránt. Ez nem véletlen, az esemény ugyanis lehetőséget teremt a hallgatók és a különféle cégek találkozására. Idén 15 vállalat mutatkozott be. A résztvevők tőlük többek között munka lehetőségekről tájékozódhattak. Feltehették kérdéseiket, és azt is megtudhatták, a szakmai képzettség mellett, mik azok az elvárások, amit egy leendő munkavállalónak mindenképpen el kell sajátítania. Ennek megfelelően például próbaállás interjúkon lehetett részt venni, ami szintén egy fontos állomás egy álláskereső életében. A szakmai napok ugyanakkor nem csak a hallgatók, de a cégek szempontjából is előnyös. A munkaadók ugyanis a tehetségesebb hallgatókat akár már itt is bevonzhatják magukhoz. Erre pedig nagy szükség van, ugyanis az elmúlt években a Debrecenbe telepedett cégek között nagy a kereslet az informatikusok iránt. A megnyitó ünnepségen elhangzott: Ez az év kiemelt fontosságú az informatikai kar életében. Egyrészt a szakmai napokat már a 30. alkalommal rendezik meg, másrészt pedig, ami még ennél is fontosabb, az az, hogy a kar idén ünnepli fennállása 20. évfordulóját. Jelenleg mintegy 2800-an tanulnak itt, és úgy tűnik, a kar egyre népszerűbb a külföldiek körében. Éppen ezért szeretnék a képzést továbbra is magas színvonalon tartani, hogy minél többek számára váljon vonzóvá az informatikai képzés. A rendezvényen továbbá 23 szakmai előadással is várták az érdeklődőket, ahol aktuális kérdésekről és a szakma jövőbeli változásairól lehetett többet megtudni. Az informatikai szakmai napok programja október 25-én pénteken is folytatódik.